Hello, sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és ahogy mondtam, folytatjuk ismét az Ultimate Team sorozatot. Az előző videóban hát nem nagyon tapasztaltam még ilyen mérkőzés, hogy ennyi helyzetet kihagytunk volna valamikor is, és nem akartak volna venni a helyzeteink, illetve Agból panaszkodtam, hogy hát nem nagyon tudtam megnyerni a fizikai párharcokat, és ezért hát elég mérges voltam a csapatra meg minden, és úgy döntöttem, hogy megvesztük a BPL egyik legnagyobb fizikummal rendelkező csatárját, nem más, mint Diego Costát. Elég nagy igazolás mondhatni, high mediumos főrkét, ami kedvez, 82-es tempó, 83-as lövés, 88-as fizikum, 79-es labdavetést. A lövését, a fizikumát és a labdavetését kicsit föltoltuk egy ilyen marsmannal, úgyhogy, ja, illetve a gyengébbik lábban nincs csillagos, és a trükk mozdulatai 3 csillagosak, ami nekünk megfelelő. Közben néztem, hogy Kyle Walkeren nem volt chemistry, és kap tőlünk egy backbone-t, ez jó lesz neki. Jó, srácok, akkor Diego Costával megnézzük az első meccsünket, és reméljük azért sikeresebben ki tudjuk majd használni a helyzeteinket. Ugye még 4 meccsen 2-t kell megnyerni ahhoz, hogy feljussunk, illetve 3-at a bajnoki címhez. Tehát ma azért illene nyernünk, hogy ne legyen ilyen nagyon szoros a vége. Nem tervezek amúgy ezzel a csapatot jobban fejleszteni. Maximum olcsóbb játékosokat, de ez a Diego Costa is már így is alig akartam kiadni pénzt. Diego Costáért mondjuk... Hát ő olcsón megy, csak most mivel most van időm videózni, ezért most mindenképpen ki akarom próbálni. Na itt van ez a SCSV, ez valami német Weich, vagy nem tudom, nem tanulok németet. Csapat, most akkor jöjjünk ebből a VMZ Libavos színű, vagy valami ilyesmi. Mert az előzőre volt szerencsét, és akkor nézzük az ellenfél csapatát. Jó, Mandzukic, Pereira, Hamsik, Pjanic, Perisic, Alexandru Miranda, Bonucci, Liechtensteiner, Kanadéva, Buffon, teljesen korrekt kis csapat, 100-as összhanggal és 83-as besorolással rendelkezik, és egy német edzője van, tehát ott egy Mourinho van német ligaként beállítva, ami nem is értem, hogy miért. Mikor egy szériás csapat? Na, akkor srácok, nézzük, mit tudunk tenni ezzel a csapat ellen. Hajrá, még most már azért be fognak menni a helyzeteink, közben itt látod Diego Costa. Te el tud menni Pereira, jó, és Ogbonával meg tudjuk enni. Még nem. Perisic. Ajaj, de üresen hagytuk. Nem kinek fog kifutni már onnan. Pereira. Jó. Begovic. Szépen hárít. És Bolasinál már is labda van. És Diego Costa tud menni. Gyerünk, Costa. Gyerünk. És Liechtensteiner megeszi. De hogy miért, azt nem tudom. Jó. Szépen blokkoltuk a támadást. Paját mehet. Paját. Le kéne passzolni. Elég hátrányos helyzetben vagyunk. És Shaqiri már is. Átpasszoljuk, Diego Costának Douglas Costát fog pontolni, lehet többször is. Lehet inkább Costával kéne gyakorolni, mivel nem nagyon játszottam Diego Costával, hanem legtöbbet Douglas Costával játszottam, hogy FIFA 16-ba. Ugye Costákról beszélünk. Szép. Ott van Costa, hú, de lomha vagy. Costa! Új, szép lövés volt, jó van. Jó van, be tudunk mutatkozni azért. Szöglet. Roberto Firmino fejjel! Buffon lehúzza. Pjanic, és ott fog, le fogja passzolni szélre, így van, ezt már rég lehetett tudni. Pajac zár vissza, és les is volt, úgyhogy vissza is húzta játékosát, a bíró azért befújta. Na nézzük. Íveljünk fel egy labdát, egy ilyen kettes erősséggel, mennyit úgy átvenni Costa. Be tudunk fejelni, így van, egy nagyon szép, vissza kell passzolni neki, és be kellett volna fordulni, az még kihagytuk a dologból, de jó, legalább be tudtunk fejelni az ilyen labdákba. Jó, leszére, Shaqiri, az a milyennek kell lennie, és végre bent van, jól van. 22. perc, ha nem is Costa, itt van Shaqiri és berúgja nekünk, gyönyörű labda volt igaz a Costától is. Jó, Pjanic, Bolasi, és ott indul, Fernandinho leszélre. Így is jó, hogy Payetnek, és nem. Nem tudtunk, mindenki összevisz a helyezkedett, sajnos. Ajaj, ez nem jó, Begovic, jó van. Nyomni kell előre, nyomni kell, még egy gólt kell rúgni, vagy akár többet is. És Costa nem volt, nem tudom, hogy lesen volt-e, nem volt lesen, és gyönyörűen át tudja venni a labdát. És Bonucci... nem. Megint nem sikerült. Legalább egy gólpassz már adott spanyol, vagy hát mondhatni brazilnak is játékos. Jó, Pjanic elmenem, nem kezdtem becsúszni, az tény. Az nem tudjuk eldönteni, mi lesz belőle, és Mandzsuk is befejeli. Egy-egy az állás 30. percbe. Ott elrontottuk, hogy becsúsztunk korábban. Az világos volt, hogy ott nem kellett volna. Jó, megvan Costának, visszapasszoljuk. Shaqiri. Az jó lövés, és Liechtensteinert. Costának jön be! Jó, vissza tudjuk még adni egy fejesre. Ogbona, az megint jó jön be, és ott van Alexandro Bolasi! Azt a mindenit, ez nem sokkal ment feljebb. És a szabálytalan volt, és az a baj, ezek a beadások veszélyesek lehetnek.
Mandzukic volt fejem, mondjuk ezt nekünk nem tudta bemutatni, még annál a csapatunkba. Jó, nem ment beadásra. Ez még jó, jobb is mondhatni. Roberto Firmino törne előre. Nem sikerül, mert rossz volt a kidobás. A labda kevesebbet van nálunk. De most megint mi támadunk, és az jó. Diego Costa, gyerünk. És becsúsztak neki. Ez nem volt szabálytalan, emberek, ne csináljuk már tényleg. Le is sérült Costa. Ilyen a világon nincsen. Úgy becsúszott neki. Nem értem, mi folyik itt most. Gyere pályát, gyere! Pályát a tábori bomba! Jó van. 3 perc leadás, és ez nem volt szorult, azt hittem. Jó, ezt szépen levédekeztük. És végig az első játékrésznek egy-egy zállás, labda kevesebbet volt nálunk. De neképpen jó második fél időt várok. Nézzük, mit tudunk majd tenni. És több lövésünk volt, dupla annyi, mint az ellenfélnek, azért ez látszott. Pedig isnek át. Kyle Walkerre azért meg kéne fogni. Ő is jó, így jó, Fernandinho szerel. És Shaqiri, vagy pályát van ott, nem volt lesen, az ellenfél rángatja. Átíveljük teljesen másik oldalra, és így nem volt jó, és ott se. Pereira, és Mandzukic is megint egy becsúszó láb, ami hiába volt. Hamsik hosszan tolja meg. Védelmünk visszazár így már, talán les is volt, és Begovicnak kell védenie. Saját játékosunkról majdnem öngólról bepattant. Jó, Mandzukic megint fejelt, hagytuk fejelni, nem is értem, hogy. Pereira, jó, és újabb szögöt jön az ellenfél. Mandzukicot nem tudom, miért nem fogjuk. Ki kell fejelni. Mandzukic, jó. Rúgjuk előre. Gyerünk Costa. Ha gyorsak vagyunk, akkor ez milyen kis lehet. Nem volt kint. Hát valahogy fizikumban nem tudjuk megint felvenni a versenyt, nem is értem, hogy most mi folyik itt. És Pereira gyorsabb, mint Walker. Érdekes. Jó, ott van, visszaérkezőre, Perisic, és Begovic leszedi. Nem volt jó labda, rövid volt most viszont Costától, és az meg lesz. 65. perc környékén járunk, és mindig egy-egy az állás, ami nekünk most jelen pillanatban semmire se jó. Roberto Firmino, gyere Shaqiri, vissza tudnánk fejelni, az még jobb lenne, így van. És most kipasszoljuk szélre, és akkor a fejesre kéne menni. Az jó jön be, és a kapusé lesz valószínűleg, Buffon lehúzza, így van. Blokkoljuk a szabadrugást, nem tudom, mi lesz a vége ennek. Kyle Walker, ismét rúgjuk előre, az a biztos. Hamsik rosszul veszi át, Costa leesik Hamsikról, az érdekes. Kicsit erősebbek vagyunk vele. Pelis, nem kéne hagyni lőni. Pjanic ott se. És a kipattanó, nem kéne becsúszni se. Jó, most azért kapusunk Begovic megvédett minket egy-két góltól. Az jó, el tud menni. Nagy hiba az ellenféltől. Léci, Costa, nem igaz. És ott van mindig. És ennyi. Bolassi, így van. 2-1, 82. perc. Hú, ez nagyon érett. Az ellenfélt lekontráztuk, de kicsit szerencsétlenül is, és be tudtuk rúgni. A második gólunkat Buffon, hát elégletlen lehet a védő sorával, mert ott elég sokat szerencsétlenkedtek. Costa kipattanó lövése rossz helyre megy. Meg Liechtenstein is, ha jól látom, rosszul fejelt. És akkor jó van, meg lesz ez, és most beállunk útra Pardobászra. Nem szeretnék innentől most már gólt kapni. Kevesebb lévésünk volt, mint az előző meccsen, és be is ment. Talán most kettő is. Az nem volt jó. El fogja passzolni szélre, így van, Baba, gyere, Baba, nem kéne felrúgni Kandrévát. Könnyen el fog el tudni esni. Les volt egy büntető. Mi van? Ja, les volt, hú, azt a mindenit. Mert utána fel is rúgtuk. Benne vagyok lazán, hogy most a sárgalapokba is, ha fel tudunk rúgni valakit. Szögletre menjen ki, az veszélyes tud lenni, és megvan, mondjuk lehet ez volt a rosszabbik megoldás. Rúgjuk előre, 3 perc ráadás, nem olyan sok az már. Janic, sok meccset veszítettünk már el ilyenkor. De most ellenfél labdát veszt, mégse. De így jó. Costa egyszerűen nem igaz, nem tudunk vele tisztázni normálisan. Most már rúgjuk ki Fernandinhoval. Jó van. És hát ez a legjobban gurul ki. És így van, srácok, meg is tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Hát azért örülök. Valamilyen szinten kárpótlásnak érzem az előző után. Begovic volt a meccsembere most. Most is szegre kíváncsi vagyok. A labda kevesebbet volt nálunk. És az ellenfélnek 8 lövése volt, minden 8 pontos volt, nekünk 6, és abból 4 volt pontos.
Hát Kostát most meghagyjuk egy ideig, lehet nem tudom a tempóján kéne, hogy növelni, nem volt valami gyors, meg mobil is. Meglátjuk még mit fog hozni a következő mérkőzéseken, és ha Max nagy gond van vele, akkor eladjuk, és veszünk egy Sturridge-ot. Ugye Wimmarnak is bevárt, nézzétek meg az ő videóját is. Na, szóval srácok, köszépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban, iratkozzatok fel. Még több videóért, sziasztok!